Holnaptól, szeptember 28-ától igényelhető Romániában a COVID-19 elleni harmadik oltás. A részleteket László Attila szenátortól, a szenátus egészségügyi bizottságának titkárától várom, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket! Szenátor úr, tehát holnaptól igényelhető a harmadik oltás, mit kell tudnunk róla, mi az ütemterv? Hát kezdeném a legfontosabbal, hogy ez egy bátor döntés a döntéshozók részéről, ugyanis az Európai Gyógyszerügynökség egyelőre még nem döntött el, hogy mit kell ebben az esetben tenni. Ennek ellenére láthatjuk, hogy hogyan alakul nálunk az a járvány, és szinte rekordot, minden nap rekordokat döntünk az esetszámok tekintetében, és éppen miatt született meg az a döntés, hogy szeptember 28-ától, mindenki, aki minimum hat hónappal ezelőtt be volt oltva, az igényelheti a harmadik adagnak a beadását. Ez főleg az időszemélyekre vonatkozik, a 65 év fölöttiek igényelhetik, illetve életkortól függetlenül mindazok, akik krónikus betegségben szenvednek, vagy olyan környezetben dolgoznak, hogy a munkájukból adódóan magas fertőzés veszélynek annak kitéve, és itt gondolok az egészségügyben dolgozó, oktatási és szociális ellátó intézmények személyzete kérheti azt, hogy megkaphassa a harmadik adagot. Szenátor uh, úr, hogyha jól értem, akkor európai szinten mi lennénk az elsők, akiknél bevezetődik a harmadik oltás? Nem, nem leszünk elsők, csak nem vártuk meg a, az Európai Gyógyszerügynökség végső döntését, ők egyelőre még elemzik, de ők az a helyzet, hogy Európának a többi része, vagy jelentős része nem szembesül ezekkel a gondokkal, amivel mi is szembesülünk, mert láthatjuk, hogy az elmúlt másfél év alatt soha nem kerültünk abba a helyzetbe, hogy napi 6-7-8 ezer esettel esetet kéne ellátnunk. Érthető, igen, tehát, hogy kezdi a várakozásokat is fölülmúlni ez a negyedik hullám. Mit nem, nem, nem múlja fölül, a várakozások megvoltak, ismertek uh -huh. voltak, előre láthatóak voltak. Sajnos ezt nem sikerült úgy lekommunikálni, hogy ennek meg legyen a hatása lakossági szinten is, és sajnos ott tartunk, hogy annak ellenére, hogy várható volt ez a jelenség. Ennek ellenére még mindig ott tartunk, hogy 31%-a lakosságnak döntött úgy, hogy beoltatja magát. Tehát csak 30%-a, vagy alig 30%-a. Léteznek arra vonatkozó hírek is, hogy az utóbbi napokban megugrott -a az oltást kérők száma, vissza tudja ezt igazolni? Igen, jelentősen megnőtt, és a múlt héten például mintegy 110 ezeren oltatták be magukat, ami mint egy majdnem 50 os növekedés az elmúlt héthez viszonyítva. És, de ugyanakkor azt is látnom kell, hogy szinte minden nap meg kell hozni azokat a döntéseket, hogy a megjelenő új esetek és kórházi ápolást igénylő eseteket el tudjuk látni. Ebben a pillanatban információim szerint országszerte mindössze 23 üres intenzív osztályos ágy áll rendelkezésünkre és a betegek meg továbbra is elég nagy számban jelentkeznek. Tehát egyáltalán nem egyszerű ez a helyzet, és nagyon remélem, hogy azért meggondolkoztat mindenkit a döntéshozatalban, és elősegíti azt a döntéshozatalába, hogy beoltassa magát. Az a statisztika, amit a temesvári kollégák hoztak nyilvánosságra, úgy tudom pénteken, hogy a temesvári kórházakban fekvő személyek 98%-a nincs beoltva, mindössze 2%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik be voltak oltva, és valamilyen okból kifolyólag akár kezelés miatt, akár veleszületett rendellenességek, akár a koruk miatt kerültek kórházba, és ez azt hiszem, hogy eléggé jól bizonyítja azt, hogy azért az oltás megóvhat a kórházi kezeléstől. Evidens. Szenátor úr, el kell telnie hat hónapnak az utolsó dózis óta. Miért fontos ez? Nos, itt tulajdonképpen a harmadik adag is egy emlékeztető adag, tehát uh, itt el szeretném, megpróbálom érthetően elmagyarázni, tehát nem akkor, amikor megkapunk egy oltást, megtanítjuk az immunrendszerünket, és arra utasítjuk, hogy antitesteket képezzen, és minden fehérjét, amit a szervezetünk megtermel, egy idő után metabolizálódik. Tehát én nem aggódnék azért, hogyha valaki esetében néhány hónappal, miután megkapta az oltást, az antitest szintje az csökken. Ez azt jelzi, hogy ez idő alatt, vagy az oltás óta ő nem találkozott a vírussal, de az nem jelenti azt, hogy miután metabolizálódott az antitesteinket gyártó sejtek, azok visszavonulnak a csontvelünkbe és ott várják azt, hogy amikor ismét a vírussal találkozunk, akkor pillanatok alatt megint elkezdik termelni az antitesteket. Viszont vannak olyan személyek, akik esetében ez kevésbé lehetséges koruknál, betegségeiknek köszönhetően, és azoknál a személyeknél igenis ajánlott a harmadik adagnak a, Beadása. Itt főleg, Szenátor úr, főleg még van egy fontos kérdés. gondolok, akik, akik az első, vagyis a statisztikák azt mutatják, hogy nagy valószínűséggel nagyon súlyos formáját prezentálhatják a fertőzésnek. Értem. Még van egy nagyon fontos kérdés, nagyon sokakban megfogalmazódik, hogy aki bekapta az első két oltását, de hogyha most esetleg hat hónap elteltével nullát mutatna az antitest egység, a, a, a vértesztből, az még nem azt jelenti, hogy neki nincsen védettsége, ugye ezen a logikán elindulva, amit az Igen. előbb mondott? Igen. Tehát épp ez a lényege, tehát egy egészséges szervezet esetében, miután megkaptunk egy oltást, azután ott vannak azok a sejtek, amelyeknek a memóriájában benne van, hogyha vírussal találkozik ismét, percek alatt, órák alatt megint képes antitesteket termelni. Az, hogy most 5-6 hónap távlatából valakinek nincsenek antitestei, vagy kimutatható szinten antitestei, ez azt jelenti a legtöbb esetben, hogy ez idő alatt az illető nem találkozott ismét a vírussal. Értem, Tehát és ez... akkor most ez a, ez a harmadik oltás. Itt most akkor nagyon sokakban ugye felmerül a kérdés, és már látom is a szociális hálón a hozzászólásokat, ami uh, például arról szól, hogyha amúgy is sejt szinten megvan az immunitásom, és hogyha találkozom a vírussal, akkor sejt szinten ugye az immunrendszerem elkezd ellene dolgozni. Miért is fontos a harmadik? Azoknál fontos, akik. Ne, akiknek az immunrendszere nem képes erre a válaszreakcióra. Gondolok itt idősekre, krónikus betegségben szenvedők, vagy olyan személyek, akik olyan kezelésbe részesülnek, ahol az immunrendszerüket mi gátoljuk. És azoknál a személyeknél igenis emlékeztetni kell az immunrendszerüket, hogy jó volna készenlétbe kerülni. De Elég sokat konzultáltam akár a kollégáimmal is, és alkalmam van, itt van Strainu Churchill professzor úr kollégám, szenátor kollégám. Azt hiszem, hogy lakossági szinten bevezetni ugyanazzal a típusú oltással egy harmadik adagot hat hónapra rá, ebben a pillanatban még nem látjuk megalapozottnak. Viszont ha megjelenne egy olyan oltástípus, ami már adaptált, hozzá van igazítva, a dominánsá vált vírus elleni védelemre, akkor igenis valószínű, hogy azt lakossági szinten is meg kéne ismételni. Jó, és akkor még van egy szinten. következő kérdés ebből kiindulva, amit a szenátor úr mond, hogy ugyanazdal az oltóanyaggal történő oltás esetében. Most például ez is egy felmerülő kérdés, aki az első két oltást egy bizonyos oltóanyagból kapha, kapta, kérheti a harmadikat más oltóanyagból, vagy hogy jobb? Igen, tehát az ajánlás az úgy fogalmazódott meg, hogy mindenki a messenger típusú oltóanyagot kapja harmadik adagként, függetlenül attól, hogy mit kapott az első két adagnál, beleértve az AstraZeneca azt a oltóanyagot kapott emberek esetében Ez mit jelent, Ott hogy messenger oltóanyagot kap? Ugyanazzal ez, oltják? Ö, elég nehéz, nehezemre esik, mert kereskedelmi nevet nem használhatok, tehát, ö, de most meg kell szegnem. Na jó, hát van a, a Pfizer, van az AstraZeneca, Moderna. van a Moderna, mondtunk hármat, jól tehát van. A, a Pfizer vagy Modernával kapják Romániában a harmadik adagot, mindazok, akik be akarják magukat oltatni a harmadik adaggal. Oké, okay, tehát hogy ezt jelenti, hogy messzín, az azt jelenti, hogy az üzenetet a szervezetnek még egyszer ugye emlékeztető Emlékeztet, üzenetet adni. Emlékezteti a harmadik adag az, az immunrendszerünket, hogy álljon készenlétbe és alakítsa ki, és gyártson antitesteket, amelyekkel amelyek megvédhetnek az esetleges fertőzéssel szemben. Itt van ugye a sima influenza elleni oltás szezonja is, sőt, ugye egyes cégek már ki is értesítették az ott dolgozókat, hogy lehet sima influenza elleni oltást kapni, vagy az családorvosok bizonyára az érintetteket kiértesítették. Mi az ajánlás? Jó ezt is megkapni, vagy menjünk a harmadikkal, vagy a mind a kettőt csak egy bizonyos idő teljen el a kettő között, mi az ajánlás? Nos, kezdeném, és erre is fogok válaszolni, viszont felszeretném mindenkinek hívni a figyelmét, és itt főleg a gyerekekkel rendelkező szülők figyelmét, hogy múlt, hét, múlt heti információim szerint nem csak a Covid elleni oltásom kampány omlott össze, hanem összeomlott a kötelező oltási kampány is, és azt tapasztalják a kollégák, hogy viszonylag kevesen oltatják be a gyerekeiket a kötelező oltási naptárból is. És itt egy hatalmas nagy felkiáltójelet szeretnék húzni, hogy ne játszunk a gyerekeink jövőjével, tehát Oltassuk be magunkat COVID ellen, de ugyanakkor mindenki kapja meg, és minden gyerek kapja meg, és vigyük el a gyerekeinket beoltatni. A kötelező oltásokkal a családorvosunkhoz. Mert olyan visszajelzéseink vannak, hogy vannak egyes szülők, akik gondolkodnak, vagy elfelejtették, vagy nem sietnek beoltatni a gyerekeiket sem gyermekbénulásra ellen, sem a többi kanyaró, mumsz és bárányhimlő ellen, és folytathatnám a sort, ami egy nagyon veszélyes helyzetet teremthet, hogyha nem oltatjuk be a gyerekeket és azt hiszem, hogy ezen valahogy kellene segíteni, és akkor egy percben az segíteni. influenza elleni más oltásról más is felől szenátor. pedig azt láthatjuk, hogy a különböző megszorító intézkedések és közegészségügyi intézkedéseknek köszönhetően tavasszal mi nem szembesültünk az influenza járványa. Más szóval a korábbi tapasztalathoz Viszonyítva, amikor rendszerint tavasszal a lakosság egy jelentős része átesett akár az influenza, akár más léguti megbetegedéseken, ez nem történt meg az idén, mert hortuk a maszkot, távolságot tartottunk, mostuk a kezünket. Na most a szakemberek azért többször figyelmeztettek, hogy ezzel nagyon, legyünk nagyon óvatosak, mert ez azt jelenti, hogy fertőzhető a lakosság jelentős része. Nem tudjuk elkerülni azt tavasszal, sem ősszel, sem, hogy ne legyen influenza járványunk, vagy ne legyenek influenza fertőzöttek. Éppen miatt, aki teheti, és itt elsősorban a 65 év fölöttiek, akár a családorvosuknál megkaphatják az oltást. Vagy Jó, a és gyerekek. akkor választ is adott a szenátor úr és nekem azt a kérdésem, hiszem, nem? Hogy ez lenne a legmegfelelőbb. Jó. Hogy igenis éljünk ezzel a lehetőséggel, és minél többen oltassuk be magunkat az influenza ellen is. Már csak azért is, mert a tünetegyüttes nagyon hasonlít egymásra, és a végeredmény ugyanaz lehet akár COVID, akár influenza fertőzés esetében is, azoknál, akiknek a szervezete vagy a szervezet ellenálló képessége alacsony. Jó, és akkor gondolom, hogy majd a családorvos el fogja mondani, Mindenkinek, hogy mennyi időt kell a kettő között a hagyni influenza elleni oltás, vagy covid elleni oltás, és minden információ egy a részt, családorvosok kezében van. Egy részt és tudommal már kiszállításra kerültek, vagy folyamatosak kiszállítása az influenza oltóanyagnak, ugyanis az idén is jóval korábban megtörtént az oltóanyag beszerzése, és ez már két hete leadásra került és folyamatos a kiszállítása az oltóanyagnak, épp azért, hogy mindenki megkaphassa akár a családorvosánál, akár megvásárolhassa kereskedelmi forgalomba. Nagyon szépen köszönöm László Attila szenátornak, a Szenátus Egészségügyi Bizottsága titkárának, hogy időt szakított ma is ránk, és mindezekről beszélgethettünk, visszatérünk a témára. Köszönöm szépen!